A nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményébe már megérkeztek azok a notebookok, amelyek segítségével hatékonyan és gördülékenyebben készülhetnek fel a hetedikes diákok a tanórákra, illetve a közelgő középiskolai felvételire. Nekem nagyon megkönnyíteni a tanulást, hiszen az internet ugye rengeteget segítene, rengeteg feladatot tudnék megoldani, és nekem ugye a nyelvvizsga is egy fontos cél lenne, a középfokú nyelvvizsga, miután felvételizek, és abba is rengeteget segítene, rengeteg feladatot tudnék megoldani, és hát így sokkal gyorsabb lehet a tanulás is. A kertvárosi intézménybe 255 darab notebook érkezett. Ennek egy részét a gyerekek otthon használják majd, de jut belőle a tantermekbe is, segítve az órai munkát. A pedagógusok szerint ma már a tanuláshoz szinte elengedhetetlen a számítástechnikai eszközök használata. Ez a világ már azt hozza, az generáció nem működik ezek nélkül, az infokommunikációs eszközök nélkül. A pedagógusok is maximálisan föl vannak készülve, azt gondolom, minden tantermünkben, ha majd benéztek, láthatjátok, hogy interaktív táblák vannak, projektorok. Minden órán szinte be van kapcsolva a gép, úgyhogy maximálisan meg fogja könnyíteni a helyzetét a pedagógusoknak, hogy most már nem kell bemenniük a infóterembe azért, hogy az asztali gépeken dolgozzanak, hanem egy ilyen könnyen mobilan használható modern eszközzel segítsék a tanulási folyamatot. A nyíregyházi intézményekbe összesen 2888 notebook érkezett. Kovács Ferenc polgármester arra biztatta a 7. osztályos tanulókat, éljenek az eszközadta lehetőségekkel. Egyrészt segíti az esélyegyenlőséget, nyíregyházi gyerekek ne legyenek hátrányban, de másrészt segíti azt is, hogy ha tovább tanulnak, ma már digitális eszközök nélkül az oktatás teljes körű, és kapják meg azt a képzést, és hát képzés nincs egy laptop nélkül, tehát tudják használni, amivel úgyis meg kell tanulniuk bánni, minél tovább tanulnak, és ez segít, és nagyon örülök, hogy most ebben a hullámban is 2888 laptop kerül kiosztásra a nyíregyházi iskolákban, azzal, hogy 60%-át az igényelteknek kapják meg most az iskolák, de később mindenki megkap, és nyilván ez folytatódik majd, most a 7., 10. évfolyam, de utána megy tovább évfolyamonként, és hát én azt gondolom, ez nagyon fontos, mert ez nagyon segíti azt, hogy az oktatáson keresztül a nyíregyházi gyerekek, azt gondolom, nem túlzás, jövője, élete is a legjobban alakulja. Vinnai Győző országgyűlési képviselő adta át az első eszközt az iskolában. Mivel a gyerekek még nem nagykorúak, így a notebookokat a szülők vehetik át hivatalosan. A vármegyében 8683 darab notebook került kiosztásra összesen. Megelőzte egy uniós pályázat, mert a digitális kompetenciákat fejleszteni kell, sőt, ugye a Covid-járvány rádöbbentett bennünket 2020-ban, hogy az online oktatásnak feltétele, hogy jól felszerelt notebookok legyenek, és személyes használatra kapják ezt a diákok. Korábban már volt egy ilyen akció 2022. február-márciusában, itt Nyíregyházán és a megyében. Ez most folytatódik, most 140 ezer laptopot vagy notebookot osztanak ki országosan, 8683-at a Vármegyében, 2888-at Nyíregyházán, és a nyíregyházi iskolák közül a kertvárosi iskolában a legtöbbet. A programban 2024 tavaszán az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok igényelhetnek majd számítógépet.